Sziasztok, Tamara vagyok, ez pedig a Fajtól Falig könyveslop csatornája. A mai videó egy antikváriumi bukva videó lesz. Nem olyan régen húsvéti akció volt a két kedvenc online antikváriumomban, az antikvárium.hu-n, illetve Luca antikváriumában. Mind a kettőt találtok majd linket a leíráshoz, hogyha nem ismernétek őket. Szóval nagyon jó kis akciók voltak, és ezért elcsábultam és vettem pár antikvárkönyvet. Elsőként egy nagyon különleges receptkönyvet fogok nektek mutatni, ami nem más, mint Sali Noémitől a Semmiből is finomat című receptes könyv, amelyben 100 régi új recept található, és mindegyik recept az nagyanyáink, dédanyáink konyhatitkait őrzik, illetve az ennek az emlékét elevenítik fel, hiszen ahogy a címe is mutatja, itt elsősorban olyan háziasszonyi praktikák vannak ebben a könyvben, amelyek során az ínség időkben próbáltak a háziasszonyok valami finomat készíteni a semmiből, a családjuk asztalára tenni valami tápláló ételt. Szóval ilyen recepteket gyűjtött össze Sali Noémi, és írt hozzá egy jó kis bevezető tanulmányt, illetve a kötetet kíséri rengeteg fotóanyag, akár plakátokat láthatunk benne, akár korabeli élelmiszerjegyeket, szóval szerintem ez egy izgalmas kis könyvecske a művelődés történet, illetve a gasztrotörténet iránt rajongóknak is. A recepteken túl, ami még felkeltette az én érdeklődésemet, hogy vannak benne különböző befőzési tippek, illetve vannak benne bevásárláshoz hasznos tanácsok, amikre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire használhatók ezek a mai viszonyok között, szóval ezeket mindenféleképpen fogom szemezgetni, és majd remélem, hogy egy-két receptet is kipróbálok. A következő könyv filmes témájú, méghozzá a világhíres Keresztapa filmet veszi górcső alá, és ez nem más, mint Hirsch Tibortól a Keresztapa Story című könyv. Hirsch Tibor amúgy filmtörténész és filmesztéta, engem tanított is az ELTE-n filmszakon, úgyhogy jó emlékeket őrzök róla és az óráiról, és van egyébként más könyve is itthon nálam, ami szintén ilyen nagyon népszerű hollywoodi filmeket vesész ki. A Keresztapára is nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy remélem, hogy kis kulisszati titkokat is meg fogok tudni erről a filmről, illetve a forgatásról. Nem olyan régen útjára indítottam a moly.hu-n egy olvasási kihívást, amelyben irodalmi Nobel-díjas női szerzőktől kell majd olvasni, és megtaláltam az antikváriumban Pearl S. Buck-tól az Édes Anyaföld című könyvet, amit szeretnék elolvasni, hiszen Pearl S. Buck is egy irodalmi Nobel-díjas szerző, aki Amerikában született, de mivel a szülei presbiteriánus misszionárisok voltak, ő Kínában töltötte a gyerekkorát, ott nőtt föl, nagyon jól beszélte a kínai nyelvet, és a legtöbb regényében a kínai téma, a kínai helyszín nagyon fontos volt, és ezekkel a regényeivel vált ő igazán népszerűvé, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz az Édes Anyaföld, és biztos, hogy az következő évben, vagy ebben az évben, tehát jövő március 8-áig el fogom olvasni ezt a könyvet. Az idei évre volt egy másik olvasási projektem is, ami a Könyvekkel világ körül könyvklubhoz kapcsolódott, és különféle latin-amerikai szerzőkkel ismerkedtem meg az év első felében, és egyébként ezt a szokást szeretném tartani az év második felében is. Két argentin könyvre csaptam le az online antikváriumokban, mind a kettő argentin szerző, és szerepeltek is az argentin ajánló videómban, viszont ezeket a könyveket akkor még nem tudtam megmutatni, mert nem szereztem még be őket. Az egyik ezek közül Adolfo Bioy Cáceres-hez köthető, és a Morál találmánya című könyvet vettem meg. Ebben a kiadásban nem csak a Morál találmánya szerepel, hiszen ez egy kis regénye Bioy Cáceresnek, hanem még sokkal több szépírónak található benne, ilyen tudományos, fantasztikus novellája vagy elbeszélése. Olyan írók science fiction írásai vannak benne, mint például Voltaire, Maupassant, Arthur Conan Doyle, Apollinaire, Babits Mihály vagy Karácsony Benő, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre a válogatás kötetre, illetve hogy milyen típusú tudományos, fantasztikus elbeszélések, kisregények szerepelnek ebbe a könyvben, olyan szerzőktől, akiket elsősorban nyilvánvalóan nem science fiction szerzőként tartunk számon, és egyébként a tanulmány, vagy a válogatás kötet végén van egy tanulmány, amely arról értekezik, hogy az íróknak, ezeknek az íróknak a science fiction hogyan jelenik meg a műveiben, szóval nagyon-nagyon érdekes, és a Bioy Cáceres kisregényen kívül szerintem még jó párat el fogok belőle olvasni. A következő argentin szerző, akitől könyvet zsákmányoltam, ez nem más, mint Manuel Puig, és a Rita Hayworth árulása című könyvét szereztem meg. Puig neve mind a kettő könyvekkel a világ körül könyvklub beszélgetésén felmerült, amikor egyszer Miklós Laurával, egyszer pedig Schmidt Bernadettel beszélgettem a latin-amerikai irodalomról, és ő egyfajta átmenetet képez két nagy dél-amerikai vagy latin-amerikai írógeneráció között,
És ezért is vagyok nagyon kíváncsi az ő műveire, és az is nagyon jellemző, hogy különböző ilyen hollywoodi klisés elemeket emel a regényének a központjába, és ezt figurázza ki, vagy ennek az árnyoldalait mutatja be. Úgyhogy minden bizonyal erről fog szólni ez a regénye is, amire már nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Másik két rakéta regénytáros könyv is landolt a kosaramba, és ezek közül az egyik, az szintén kapcsolódik a Nobel-nők kihíváshoz, hiszen egy irodalmi Nobel-díjas női szerző írta, aki nem más, mint Nadine Gordimer, és a Julie népe című kis regényét sikerült megszereznem. Gordimer szülei európai zsidó családokból születtek. Gordimer már Dél-Afrikában látta meg a napvilágot, és ott élte szinte egész életét. Könyveiben pedig nagyon erőteljesen felemelte a hangját az apartheid rendszer ellen és a faji megkülönböztetés ellen, és ebben a Julie népe című kis regényében is hasonló témákat feszeget, ugyanis ez egy alternatív valóságban játszódik Dél-Afrikában, amikor küszöbön áll a feketék lázadása, és a regény főhőse egy fehér házaspár, akik ezt a lázadást, illetve a feketék felháborodását teljesen jogosnak érzik, és nem akarnak elmenekülni Johannesburgból, hanem úgy érzik, hogy ahogyan ők emberségesen bántak a szolgáikkal, majd nem esik semmi bajuk. De ugye a nagy kérdés itt az, hogy kérnek-e a feketék a fehérek segítségéből, még ha az teljesen liberális szándékkal történik is. Rakéta regénytáros kiadásban sikerült megszereznem Konrád György 1969-es regényét, A látogatót. Erről a regényről azt tartják, hogy a magyar prózafordulatnak az első inspirálója vagy legelső darabja, amelynek főhőse egy gyámhatósági hivatalnok, aki egész életében ott az aktákat tologatta, és különböző gyámhatósági ügyekkel nézett szembe. Aztán egy nap valóban tenni is akar valamit azzal az ügyel, ami az asztalára kerül, viszont ez olyan fajta konfliktushoz vezet, amiből fakad a regénynek a fő problémája. Valami ilyesmiről szól a történet, ennél többet nem tudok, de nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre a regényre. Egy másik 1969-es megjelenésű magyar könyvet is választottam, ami nem más, mint Rákosi Gergelytől a Colorado bogár. Erről a könyvről sem tudok sokat, csak annyit, hogy a korabeli mezőgazdasági viszonyokat és a mezőgazdaságnak ezt az iparszerűségét figurázza ki. Egy szatirikus regényről van, kisregényről van szó. Nagyon kíváncsi vagyok rá, mert keveset tudok róla, de az ismertetőkből még azt kiszűrtem, hogy maga a nyelvezet is ezt a fajta ilyen agronómus bigfa nyelvet próbálja utánozni, úgyhogy szerintem nagyon vicces lesz. És végezetül landolt a kosaramban egy Goncourt-díjas francia kisregény, Marguerite Duras-nak a Szerető című könyve. A Szerető Duras önéletrajzi ihletésű kisregénye, amelyben tulajdonképpen saját szexuális tapasztalatait írja meg Indokínában a 20-as, 30-as években, amikor is 15 évesen egy szájgoni kompon megismerkedett egy nála sokkal idősebb, gazdag kínai férfival, és kettejük viszonyát és szexuális egymásra találását meséli el ebben a történetben Dürer. Ebből készült egyébként egy film is, én a film változatát láttam ennek a könyvnek, viszont nem olvastam még magát a szöveget, úgyhogy emiatt is kíváncsi vagyok erre a kisregényre. Ezeket a könyveket zsákmányoltam most tavasszal, a tavaszi akciók keretében, a két kedvenc online antikváriumomból. Írjátok meg kommentben, hogy ti vettetek-e valamit így a tavaszi akciók során, illetve azt is írjátok meg, hogyha olvastatok ezek közül bármit is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma is, és megnéztétek ezt a videót. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!